Zárkáncanak. Kortéla is vagyok, operatőr, rendező. 1969-ben végeztem a Színház és Filmészeti Főiskola rendező-operatőr szakán. Olyan tanárokkal, mint Máriás Félix, rendezőtanárom volt, Illés György az operatőr tanárom, és Bojkovszky Béla a világítás tanárom. Ezeket a neveket tulajdonképpen a világ csak akkor ismerte meg, amikor Zsigmond Vilmos átvehette az operatőri Oscar-díjat a harmadik típusú találkozások című Spielberg filmnél, ahol nem felejtette őket megemlíteni, sőt a legnagyobb büszkeséggel emlegette tanáraitől a legtöbbet tanulta. Elképesztő iskola volt, és most is az, de ezekben az években elképesztő tanárok vettek minket körül, mindannyian tőlük tanultunk, és alapvetően meghatározták az életünket, a vizuális látásmódunkat. Illés György, Bojkovszky Béla, János A főiskola én nekem az életem egyik legjobb volt. Szóval tényleg én nagyon szerettem a 4 évet, és nagyon jó tanáraink voltak. És mindegyik tanár teljesen másképpen tanított, mint szóval nem kopírozták egymást. A Vas utca, akkor kezdődött a Vas utcába a filmosztály, és ami a lényege volt, hogy minden tanár azt hozta ki belőlünk, hogy individual, tehát mindenki a saját formájába világítson, lőjön, minden, ne, nincs kopírozás. Ami engem meglepett, és hogy egy-két mondattal elintézték az életünknek a többi részét. Például Illés Gyuri bácsi az azt mondta nekünk mindjárt az elején, hogy nem kell filmesnek lenni, bemész a lakásodba, kinyitod az ajtót, megállsz, hát ilyen gyönyörű. Bárcsak lenne egy kamera nálam, hogy ezt lefényképezem. Csodálatos. Emlékezzetek rá, gyerekek, egy fény van kint a nap. Ez adta, ez az egy lámpa adta neked, vagy a nap adta neked ezt a gyönyörű pillanatot, mert 5 perc múlva nem lesz ilyen szép, mert elmegy a nap, de a többi az mind derítés. Rákötsz 21-be. Ott volt a laboratórium. Mindjárt az első emeletemben, ott 21-be. És akkor mindenkinek el kellett számolni, hát drága, nem tudom, el kellett számolni, hogy hány kazettát visz magával, azt be kellett írni, és amikor a laborot, megmondom, mit csináltunk, nem volt pénz senkinek, nem volt pénzünk, hogy elkezdtünk csinálni egy kis üzletet. A anyag a főiskola anyagából megspóltuk a felét, vagy úgy csináltuk, hogy kétszer nyomtuk, tehát meg volt a darab ottan, de nem a negatívon, mert kétszer csináltuk, és akkor elkezdtünk filmezni gyerekeket. Mindig egy valaki hiányzott, és az elment, és csinált 20 gyerekről a kórházba, vagy épp hozzák a kórházba. Főiskolások vagyunk, tudod? Ez nekünk vizsga feladat volt, tudod? Mert nem tudtuk üzletelni. Akkor megérkezünk a főiskolára, vissza előhívjuk, és ott jött nekem még egy dolga, nagyon random, mindenki ezt tudta, mit csináljuk. Lenyomtattuk a gyereknek az arcát innét is, meg innét is. Tehát emózió erre, emózió arra. Mind a kettőt megvették. A papa mondta, a gyereknek a bal oldala sokkal szebb, mint a jobb oldala, ugyanaz, akit tudod. Na most ebből mi csináltunk egy komoly üzletet. Amikor kijött a rendelet, hogy neked egy igazolvány kell, és abba kell egy, emlékszem, 3x3 centis kép, 2, egyiket odaadom, másik bele van téve, és a sarka fehér, ahova megy a pecsét. Ez milyen, hogy hívják? Személyi.
Szemi az igazolvány. Hát gyerekek, hát egy óriási. Na most erre elkezdtünk, és kinyitottunk egy vállalatot, és a bank, a Kiskörút és az Abbáziában szemben volt, és kinyitottunk egy vállalatot, igyekvő kieligére. Lehet, hogy még ott van. Na most, hát ennyi filmünk nincs. Erre képzeld el, hogy az Ascaniával mentünk ki, és kockáztunk. Tehát kiment, na most, mi nem tudtunk elmenni egyik helyről a másikra, ugye, hanem nem akartuk, úgyhogy mi, volt egy operatőr barátunk, milyen Ferinek hívták, aki kiesett a harmadik évbe, az egy ügyvédnek, ügyvéd lett, és ő intézte a dolgokat, hanem mi elmentünk állvállalatot, tehát a budapesti, mit tudom én, elektromos művek, 500 ember. Úgyhogy bementünk a kafetériába, mindenki lejött az emeletről, és mi kockáztuk az Ascanián. És leadtok a szadálván laboratóba előhívni, ha tudod. Simon Zsuzsa volt az igazgatónk, a Hon Béla volt előtte, de nálunk az is Simon Zsuzsa kezdte, aki teljesen átalakította a főiskolát. Majdnem, hogy egy pici diktétorship volt ottan, tudnék, hogy te megjelentél nadrágba, mint lány, ki lehetett téged dobni. A lányok szoknyába kellett, hogy jöjjenek. Na, hogyha nekünk volt ez a sapó, ha megjelenti az osztályba, kidobtak, ki lehetett dobni. Szóval teljesen az úgy volt, mint ahogy a bootcampnek, hogy hívják a hadseregnél. Tehát ott nem volt mellébeszélet. És nagyon szigorú volt a főiskola. Nagyon szigorú. Hogy mész be, hogy állsz meg, és hogy csak már bemelt a folyosón, mit szabadon, meddig tudod. Na most nálunk az volt, hogy mivel annyira szigorú volt maga a iskola Simon Zsuzsa mellett, hogy volt egy eszpresszó, mindjárt Vas utcából kimész a Rákóczi útra, a második üzlet volt az Erzsébet eszpresszó. Úgyhogy mindenki oda járt kávézni. És ott vártuk mi, most 51-es évesről beszélek, vártuk az új lányokat, akik jönnek be, mi már, mert egy évesek voltunk, mi a másodikosok, és csak mondok egy példát arra, hogy nézzük, egyik rosszabb, mint a másik lány, nézzük, ott ülünk, Herzenik Mikivel ülünk ketten, kávézünk, most egy óra jönnek be, egyszer csak két lány jön be, kezet fogva, nevetnek, mondom, ide figyelj, Miki, ez a két legjobb nő. Na most, mi a vége a történetnek? Én elvettem az egyiket feleségül, amíg a másikat. Színészetet is tanultam, Stanislavskit egy évig. Stanislavski. Akkor mentünk az Oddi terembe, ami a 21-ben volt, ugye? Akkor játszottunk. Hogy hívják? Színpadon kellett játszani. De ez a Stanislavski, fölvonni a gombot, tudod, megkeresni a gyémántot a izé közül, semmi. Na de nincs Stanislavski, nincs semmi. Ott semmi nincs. De neked elképzelni az ablakot, elképzelni az asztalt, mert ott nincs. És akkor látják, hogy a gyerekek, a Zsigmond meg ezek még ott voltak, hogy hát miről szól. És emlékszem, én egy bányászt megjátszottam ott, és toltam valamit, ami nem volt semmi, csak tolom. És akkor megyek bányába, tolom, és akkor visszahúzva, nem így húzom vissza, hanem így, meg így. Csak kérdezi a tanár, hogy mi volt ez a, hogy mondom, a vágánynak volt egy másik mellékvágánya, ha tudod. De az úgy mindenki, most megmondom mindenki, az én barátaim ott nem hagyták volna a főiskolát. Mi úgy mentünk haza, hogy tele új dolgokkal, mindent megnéztünk. Mondták, hogy a villamoson, ha nézzük, akkor nézzük az öregasszony szembe velünk, aki ül a fényt rajta, hogy megy a villamos. Szóval minden. Minden az volt, hogy a világítás, a világítás, a világítás. Az én élet az nagyon érdekes volt a számunkra Magyarországon. Mondjuk a mi időinkben 51-től 55-ig voltam, ugye főiskolás, és érdekes dolog az, hogy mi nagyon szegények voltunk, szóval az összöndíj, amit kaptunk, az majdnem, hogy nulla volt, szóval tényleg olyan kevés volt az összöndíjünk, hogy az ember lemondott a reggelijéről, mert ugye a főiskolán mindig etettek bennünket, mert ott volt a konyha, és hogyha az ember akart egy zoknit venni magának, akkor vagy le kellett, hogy mondjon a reggelijéről, vagy az ebédjéről, vagy a vacsoráról, attól függetlenül, hogy mennyi pénz kellett ahhoz, hogy amit meg akartál venni magadnak. A legtöbb esetben sajnos a zokni volt az, ami mindig jobban kopott,
és azok voltak a legnagyobb problémáim mindig, hogy új zoknit kellett venni, és akkor nem volt reggeli, mondjuk egy pár napig, vagy nem tudom még, hogy volt. De az igazság az, hogy ilyen szegény körülmények között éltünk, de én úgy, hogy visszaemlek ezek arra 4 évre, talán az volt a legboldogabb időm Magyarországon, mert akkor megtanultuk azt, hogy operatőrök leszünk. És az egy olyan nagy szó volt az én számomra, és mindenki számára, hogy mi tudtuk azt, hogyha ezt az főiskolát elvégezzük, akkor mi valakik leszünk. És ez egy nagyon érdekes dolog volt az, hogy én visszagondolok rá, hogy én soha nem jutottam volna olyan mondjuk helyzetben, mint Amerikában, hogyha nem lett volna mögöttem a főiskola, ahol mi mindent megtanultunk, és ez fantasztikus dolog volt az időszak, amikor Magyarországon csak azt hiszem 5 vagy 6 jó operatőr volt, és az mind az 5-6 operatőr az olyan nevű volt, mint az Ájban Pista bácsi, meg az Illés Gyuri, meg a Badal Jancsi, meg a Pásztor Miki, és a Hegyi Barna. És szóval ilyen a világon sehol nem volt. Az, hogy ilyen nagy operatőrök tanítottak új operatőröket, és mindent megadtak nekünk, amit ők tudtak. Mindent az égvilágon, önzetlenül. És az fantasztikus. Ez ilyen nem létezik ma se, sehol. Bécsben már nem tudtuk azt, hogy mit csináljunk, ugye mindenki ment olyan helyek, ahol volt ismerőse, vagy valami. Szóval mi gondolkoztuk az, hogy elmenjük Ausztráliába, mert az úgy tűnt, hogy az volt a legmesszebb a kommunizmustól. Szóval úgy gondoltuk, hogy Ausztráliában soha nem lesz kommunizmus, mi nem menjünk oda. És szóval akkor jött az apám, aki ugye futballtréner volt, szóval edzett akkor Marokkóba. Ő meg kijött, és ilyen apa szerűen azt mondta, hogy fiam, neked csak egy helyre szabad menni, Hollywoodba. Ott csinálják a filmeket, mondom, tényleg. De aztán az volt, hogy tényleg megfogadtuk a tanácsát. Nem is volt egy rossz tanács, ugye csak azt nem tudtuk, hogy 10 év lesz abból, amielőtt vissza kellünk oda abba a helyzetbe, hogy már tényleg munkát is fogunk tudni találni. Drága szüleim, remélem nem haragusznak ránk azért, hogy csak most írok. Igen sok dolgunk volt. Sajnos, és hála Istennek itt vagyunk Los Angelesben, mert régi álmunk valóra vált, és filmet készíthetünk Hollywoodban. Willy barátunkkal és egy harmadik kollégánkkal. Egyelőre még rövid film, mert kevés a pénzünk, de ha ez sikerül, akkor mindig jobbat tudunk készíteni. Itt az éghajlat túl forró, a forgalom óriási, amint az egyik út is mutatja. Szerencsésen ide érkeztünk a kocsival. Legközelebb bővebben írok, addig is millió csókot küld. Ági, Laci. Los Angeles, 1960, február 18. Kedves Béla bácsi! Leírhatatlanul nagy örömet szereztek sorai. Tiszteletből küldött karácsonyi lapunkra nem mertem válaszra gondolni. S főképp arra nem, hogy a kettőnk között lévő régebbi kapcsolatot levelezéssel folytathassuk.
A magam részéről boldog örömmel teszek kívánságának eleget. Annál is inkább, mert itt Hollywoodban, a szűk kis magyar filmes társaságban napról napra emlegetjük, és soha nem fogjuk elfelejteni Béla bácsit. Őszintén írhatom, hogy itt, filmes vonalon főleg abból élünk, amit magától tanultunk. Mert ebből még itt, Amerikában is meg lehet élni. A Béla bácsi által tanított és alkalmazott világítás alapja mindennek. A háttér, vagyis a díszlet megvilágításának részekre bontása. Az egyes lámpák fényeinek egymástól való elkülönítése. A mozgásban való világítás. Ezt itt is mind alkalmazzák. A különbség legfeljebb csak annyi, hogy itt nem használnak funért és szöget, hanem a készen raktáron tartott típuslemezeket csavarozzák fel fémálványokra úgy a hídon, mint a földön. A Béla bácsi által a derítésre vonatkozólag nagyon sokszor hangoztatott aranyszabályt pedig szigorúan alkalmazzuk. Vagyis azt, hogy a világítás szépsége és hangulata végső fokon és legnagyobb mértékben a derítés irányától és mennyiségétől függ. És megelégedéssel írhatom, hogy ebben a magyar iskola erősen különbözik Hollywoodtól, mert itt a derítéssel nem sokat törődnek. Az otthon és Európában használt szufita léceket a sok-sok nitrával, illetőleg a sárga izzóval nem ismerik. Ehelyett általában a gép mellől nagy teknő alakú szórt lámpákkal adják a derítést, aminek következtében a háttér nagyon gyakran fals árnyékot kap, ami minket nagyon zavar. Az elmúlt hetekben forgattuk le Kovács Lacival a második színes kisfilmünket, egy 10 perces kísérleti filmet, egy fantáziadús koreográfus nő táncprodukcióját, aminek színpadon mérsékelt sikere volt. 16 mm-es ektachrom nyersanyagon forgattunk, melynek érzékenysége körülbelül a Superpánnal egyezik. Címe Lullaby, vagyis bölcsődal. Rövid története. Egy anya altatja gyerekét, majd maga is elalszik. Álmában lassan kirajzolódnak a világot ábrázoló szimbolikus képek. Munkások, kártyázók, első randevújára készülő csinos szőkelány. Az idillikus képeket hirtelen tűzbe borítja a hidrogénbomba robbanása, s a fenti szereplőket újra látjuk a megsemmisülésük pillanatában. Ekkor jelenik meg az anya is álmomban. Keresi gyerekét, de csak tőle segítséget kérő szenvedő vak, nyomorult embereket lát maga körül. Egyszer csak gyereksírást hall, s esztelenül vágja körmeit a földbe, hogy kiássa a gyerekét. A tánc ritmusa egyre fokozódik. Hisztérikus haláltánccá alakul a jelenet, melynek végén az anya megtalálja a halott gyerekét. Az álomalakok a földre hanyatlanak és kigurulnak a képből. Az anya rémes álmából ébredve ijetten keresi a gyerekét. Boldogan veszi tudomásul, hogy csak álom volt az egész, és a gyereket karjaiba ölelve örömtáncba kezd. És ekkor jön az igazi tragédia. A valóságban is felrobban a hidrogénbomba, és mindketten meghalnak. Úgy hiszem, ez a történet így nagyon gicsesnek tűnik, de figyelembe kell venni, hogy mindez a tánc nyelvén elbeszélve rendkívüli hatású, érdekes és újszerű. Remélem, hogy valamilyen formába sikerül bejuttatni a kópiát. Nagyon szeretném, ha Béla bácsi megírhatná róla kritikáját, világítási és operatőri munka szempontjából. A film nem reális, nem előremutató, inkább absztrakt eszközökkel dolgozik. Stílusa az expresszionista festők munkájához áll közelebb. Pesszimista kicsengése, figyelmeztetés a világ számára. Ezt akarjátok? Több mint 3 éve, hogy a világnak erre a részére kerültünk. Nem mondhatom, hogy ez a néhány év volt a legkönnyebb életünkben. Az idegen környezet, nyelvi nehézségek szinte bénítólag hatottak ránk. Elkeseredésünket csak fokozta az, hogy úton útfélen le akartak beszélni mindannyiunkat a filmvilágba való beilleszkedésről. Azt hangoztatták, hogy a filmnek itt már nincs jövője. Az érvényesülés kora lejárt, jobb lenne, ha valami más, rendesebb foglalkozási ágat tanulnánk ki. Anyagi nehézségünk is volt éppen elég. Különösen az első évben, mert a filmezésről nem akartunk lemondani. Könyvek, folyóiratok vásárlása, fotófelszerelés kiegészítése. Mert tennivaló volt épp elég. Kiismerni az embernek magát ebben a dzsungelben nem volt könnyű feladat. Dolgoznunk kellett. Mert enélkül itt sem lehet élni. Autó nélkül itt nem lehet boldogulni az óriási távolságok miatt. És a lakás ára itt a legmagasabb a világon. Átlagban az ember fizetésének negyedét költi rá. Az új ember pedig nem keres sokat itt. Örül, ha a minimális $1 órabért megkapja kezdetben.
Legtöbbször egy színes filmlaboratóriumban dolgoztam New Yorkban és Los Angelesben heti 60-ért. Hamar megalakítottuk a filmgyártó közösségünket itt Los Angelesben egy év után. Zsuffa Jóska egy szép kis mesefilmjét kezdtük el forgatni Kovács Lacival hármasban. Csak úgy a saját erőnkből, 35 mm-es Eastman Corral Arriflex-el. Több hónapig dolgoztunk. Ez alatt a feleségek tartottak el bennünket. Béla bácsi, nem hiszem, hogy sikerült áttekinthető képet adni életünkről, hiszen annyi minden kimaradt levelemből. De egy levél nagyon kevés ahhoz, hogy egy teljesen más élet hírmondója legyen. Ha csak egyetlen sort kellett volna írnom, talán többet mondtam volna. Három szó elég lett volna. Nagyon vágyódunk haza. Jó lenne még egyszer együtt dolgozni. Ezzel a kívánsággal zárom levelem. Sok szeretettel üdvözli, kedves feleségének és lányának kézcsókjait küldi. Zsigmond Vilmos. 1963. augusztus 26. Drága szüleim! Megkaptam levelüket, de egy kicsit késve válaszolok. A színes képek készen vannak egy ideje. Sajnos nem volt időm előbb leülni és írni egy pár sort, mert mindig dolgozom egy másik filmen. Erről a repülős filmemről küldöm ezeket a képeket, amit már teljesen befejeztem régen. Megértem, hogy nagyon izgultak miattam, de a jóisten és a szerencse is mellettünk volt egész idő alatt. Már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, nem írtam arról, hogy miután hazajöttünk a film befejezése után, a képen a sárga repülőgép lezuhant egy felszálláskor, és egy tóba esett, és a pilótánk meghalt. A hármas képen a középső. 10 nappal később már itthon történt. Ebből látszik, milyen szerencsénk volt. Ezt nem is akartam korábban megírni, gondoltam, nagyon megijedtek volna. Millió csókot küldünk, és jó egészséget kívánunk mindenkinek. Ági, Laci. Vilmos, I met in 1963, when I first came to Hollywood or Los Angeles. And on Sunset Boulevard, on Sunset Strip, there was a coffee house, which was the only coffee house at the time, called Cyrano's. And that's where I met both of them. And I was under contract at Universal to direct. And I was trying to help them to get into the union, because you couldn't get a job unless you're in the union and this and that. So that's when we first met. And I couldn't help, I mean, whatever I did, it didn't help, you know. And they kept on doing all kinds of odd jobs of working in photo labs and printing stuff, and then started doing kind of very low budget movies. And then suddenly they got in, really, because of Easy Rider. But by then I think Vilmos was working as a DOP on some very low-budget movies produced by, a very famous American producer who helped everybody, Coppola, and everybody was working for him. What is his name? There's just a big article in one of these papers about him. Roger Corman, yeah. So they were involved in that kind of stuff, you know. We went to Peter Sorrell, whose real name is Saint Miklosi Peter, and he changed it for so people could pronounce it in America. And I think they approached Peter to be the DOP, you know, on Easy Rider. And Peter said, I love taking stills, you know, I don't want to be a cameraman, film cameraman. It's my passion is making stills. And but he then recommended Vilmos, who was busy, and then Vilmos recommended Laszlo, and then Laszlo did the film, and I think he got an Oscar for it. I think, isn't he? No, he didn't, but it was, I mean, it was a huge hit, and it completely changed the look of movies in the 60s in Los Angeles. So it was a great influence and was quite kind of revolutionary cinematography he used, you know. And that was the beginning of both of their big career, and then they were offered one movie after the other. And if one of them went free, then they recommended each other all the time.
And it got to the point that nobody knew which was Vilmos and which was Laszlo, you know. So, and half of the time they hired Laszlo thinking it's Vilmos or the other way around, you know. But they helped each other very much, and it stayed like that, you know. And unfortunately, Laszlo died probably 10, 15 years ago. And, you know, Vilmos kept working more or less till the last year. And he stayed incredibly active and doing all kinds of fabulous stuff. And he was an incredible guy, incredible, you know. And his photography is amazing in the films. And I just, because they were doing a retrospective recently at the Cinematheque of all his films. And Caleb Deschanel, who is another wonderful, incredible cinematographer, he selected these films, you know. And I went to see Deer Hunter again, which is just phenomenal. I mean, Vilmos's work is absolutely exceptional. And I have to call Susan, his wife, and tell her that I went to see it, because his photography in that film is so Hungarian in this completely American movie. But if you know Hungary and you know the light in Hungary or in Budapest in the summer, or those incredible stills of Kertész, you know, and it's that incredible, those photographs of horses and all, everything passing in front of the lens, kind of out of focus, and it's just, you know, and I said to myself, oh my God, this is totally Hungarian, you know, and nobody wouldn't recognize that unless you are Hungarian and you knew those old wonderful photographers. And it just shows, you know, he kept his kind of identity, Hungarian identity, throughout his whole career. And I remember years ago, because I spent a lot of time here, and then I went back to England, and I was doing stuff there, and then kept coming back every year. So we spent a lot of time together with Vilmos and Laszlo and whoever else was Hungarian, but particularly at the anniversaries of the Hungarian Revolution, you know. And we used to go, there were two or three Hungarian restaurants here, they're all closed now. And near Warner Brothers, there was one, and we used to go there to always celebrate us coming out and being here and all that. And, you know, and then I remember I went with Vilmos when he got a very big Hungarian prize award years ago. It has to be maybe 25 years ago. Some big honor thing, big medal, and it was somewhere in one of the hotels in Century City, and there was the cultural minister came out of Hungary and all that. And anyhow, so lots of stories like that, you know. But of course, it's very much to do with Hungarian and being Hungarian, and his understanding of light, what light is, you know, and what you do with light and how you do it. But it was his personality, which was incredible. And he was like a child, you know, running around, you know, with that hoarse voice, with a very, talking like that always, you know. And he just loved movies, you know, and it was all of our lives completely. And he used to have these big dinner parties at home, you know, with 20, 25 people, some great Italian photographer came over, you know, and you know, always throwing parties and organizing things, you know. And then, you know, very early on, he opened up a company in Budapest, you know, his lighting company. And so he was very involved with all that, and also teaching and helping and trying to share his talent, you know. But he was just an amazing, amazing, amazing person, incredibly funny and very warm, and was very lovable, you know. It was great because later on you recognize that
You know, how important was to watch Eisenstein's movies, which were forced to do, or the Battle of Potemkin, or, you know, because they are major, important kind of pillars of cinematographic history, you know, as much as Buñuel was, or, you know, so it was, it wasn't all wasted. And if you, like, I wasn't allowed to do anything, I couldn't work. I started playing water polo because I thought I'll swim and I'll somehow escape out of the country, but they never let me out to any Western countries. I was always going to Prague or here to play water polo. And there was no escape until the revolution happened. And I was the youngest kid between three boys. And I said, I'm leaving tomorrow, you know. And the two of them came with me, and 200,000 other people went within 2 weeks. And it was just the most incredible, incredible times, you know. And I always wanted to make a movie about it, and I never did. And it's still buried in me, but... And nobody actually has ever made a film about the revolution. Really a good movie. I mean, maybe was it Time Stand Still, or which one was that? Which Lajos, I mean, Lajos is a dear friend, Koltai, you know, but it, because it's, he would have been, he was similar, identical to Vilmos and Laszlo, and they all loved each other. And then I also worked an awful lot with Elemér Ragai when I brought him out here and did movies for HBO and here and there, and I went back to Hungary and did a film with him. And all their photography, Laszlo, Vilmos, Lajos, Elemér, it is something so special and so different from American cinematographers. I mean, really, there's a complete, I don't know what it is. It's the lighting, the way they light. And I mean, Elemér loved to, he shot one movie with all these candles, you know. And now every lot of people have done this. Terraro done it, and did it in David Lean's movies. But it's, but I seen Elemér do it. He did a movie in Hungary. That's the first time I seen his work, and I was living in London. And it just absolutely blew me away. Because you've seen shots and setups, you know, under the most impossible conditions, and his lighting was magnificent. And I'm trying to think of the name of it. It's called, in Hungarian it was called the Herkules Fürdő, and it was called, I don't know what's in English. And I still got the DVDs upstairs, you know, and it's and that's what it is. There's something very strongly identifiable about all these DPs who come out of Hungary. Anyhow, but you know, and it's sad, but I mean, we all have to die one of these days, you know. But it was completely unexpected, because I didn't realize how ill he was, which happened, you know. And he moved away from LA to up where did he go? San Francisco. Where before, it's near San Francisco, you know, but it's in the country. And he had that place for years, but that's where he went, you know. And yeah, as to Hungarians, yes, it is, because they didn't know him then, or they weren't aware of the background he came from. And to them, it was completely American. I mean, his stuff in Deer Hunter, and also in Heaven's Gate, it's American Westerns, you know, as much as Gunfight at OK Corral were, or any of the great American, you know, because it all, it's not similar, it's different, but it was wonderful, his work with it, you know, of how it meshed together, the whole thing, that it was the same, but it wasn't the same, it was different, you know. And that was one of his great qualities, you know. And he had an incredible vision, and we never worked together, tragically. I can't tell you,
he kept saying, you never fucking ask me to do a movie with you and all that. I said, Vilmos, I asked you 7 times and you either didn't like the script or you weren't free or there wasn't enough money or, you know, but he's forgotten that, you know, but we would have loved, it came very close several times, but particularly in the film which Andy Weiner did in Hungary about the water polo players, because I played water polo, and the script I thought was absolutely, totally dreadful. And I said to Andy, who I love, and it's not a criticism, I said, Andy, you were there, I was there, Vilmos was there, you know. He said, you know, we got to make what it was. What do you mean helicopters? There were no helicopters, you know, and with guns and all that. I said, there was nothing, you know. The Russians came back, you know, with I don't know how many tanks, and that was it. Brought the Mongolian troops in and pulled whoever's been stationed in Hungary. And, you know, and I said, if we can't make what the real thing was, you know, I don't want to do it. And I didn't do the film. And nor did Vilmos, you know. You know, I thought it was dreadful. You know, I was there at the opening night with Andy and all that, and I love Andy, but, you know, I can say what I think. As he says what he can think always, you know. So it's fine. But it would have been an unbelievable movie, you know. And it had to be shot in Melbourne, and we should have gone to Melbourne and not do everything at the Feather Tusoda and one other pool, because it's not what it was, you know, most incredible. And the whole thing came from a documentary which some Canadians did, and they went to my friend David Korda, who worked with me on several, was one of the Korda sons. And David said, oh, you got to show it to Peter Medak, you know, and that's how I saw it. And it was incredible because the documentary was about the Russian team coming back or coming to Hungary for the first time ever, I don't know, 50 years later, and you are in the pool at Feather Tusoda, you know, and they're throwing the ball to each other and hugging and kissing each other. And this was the two team where the pool was covered in blood, you know, at the Olympic Games, because they had to win, you know, one of them, you know. And it's a fantastic movie, because at the same time, while that was going on, and the Hungarian team left while Hungary was free on that few days, and when they got to Melbourne, it became communist again. And there was a big debate among them, should we go and represent this communist country again or not? And they didn't want to play. And then he was a footballer. I still got the book here somewhere, you know. And he said, look, we trained for this all our life. We got to play, you know. And they did, and of course they won. Well, when I came here in 1971, I was actually doing the rounds of the different production houses that I had worked in advertising in Argentina. And went to a production house called Film Fair. And when they asked me where I was from, I said I was Hungarian. They said, oh, there's a Hungarian downstairs shooting a commercial. Would you like to meet him? And that's how I met Vilmos. So that was our first meeting. And from then on, we became quite good friends. And he took me to a couple of his shoots. One of them was Kansas City Bomber, a film that he was shooting at MGM at the time with Raquel Welch, directed by Gerald Friedman. And then after that, he took me to the shoot of Robert Altman's The Long Goodbye. He loved working with Robert Altman, and it was a great experience for me just to look at Vilmos working. And they were shooting at the location in Hollywood, and I spent several days and even nights there with him, just looking and learning, basically. Well, I think he was always the same. I think he was always kind and generous, and he had a great sense of humor, and very patient.
you know, and it was a good feeling being around him, you know. You there was a warmth in Vilmos, which was, he was a very special man. I think what I think what made anyone successful is, in this case, would be his creativity. I think when McCabe and Mrs. Miller came out, suddenly people really started noticing Vilmos. I mean, the cinematography in that film, and I've seen it several times, it is so special. I mean, the way that film is lit is really wonderful. It's a work of art. And I think the couple of films that he did with Altman, McCabe and Mrs. Miller, The Long Goodbye, Images, they're very particular films. At, you know, when in the 70s, probably there were more Hungarians than there are right now. I mean, there were a lot of Hungarian restaurants. I remember we used to hang out. There was a place in Kawenga called Piroshka, and there were several places. There was a lady who cooked Hungarian on Vine Street that we would go and pick up Hungarian food from her. It was. I think there was more of a community than there is today, and he really liked being part of that community. Being famous made a difference to him. What he really liked was working. He liked to work. He always wanted to be busy. You know, he would take risks, and he would take smaller films, and he would take, even this television series called, the Minde Diaries, just to keep working and show that he could do it, even in his 80s. And that's what's fantastic about him. I mean, he never stopped. I remember when he did the Brian De Palma film, what's it called, Black Dahlia? Black Dahlia. You know, I mean, he campaigned for that. I mean, he wanted so much. He wanted very badly a second Academy Award. And you know, he got a nomination for that. You know, he worked very hard. And that was his big love. His was his love of film, his love of light. He was very passionate about his work, you know. I would say at his age, you know, and he kept going and going and going, you know. He worked until the end. Az EFI-on van egy olyan szokás, hogy általában másodév alatt vagy után az ember valamilyen gyakornokságot vállal valaki mellett. Ez egyre inkább tűnik el, de amikor én jártam, akkor még nagyon sokan voltak, akik valamennyi időt töltöttek. És nekem a Laci meg a Vilmos munkája nagyon impozáns volt mindig ez a baráti életút, amit ők együtt kijöttek nulláról, és egy ilyen jó viszonyt végig tudtak vinni egész életük során. És mellesleg egy ilyen fantasztikus karriert felépíteni mind a kettő a sajátját. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, és akkor az egyik tanáromon keresztül, ez a Larry Parker, aki inkább csak ilyen óraadó szinten van az EFI-on, ő kapcsolt össze a Vilmossal. Próbáltam eleinte az ügynökén keresztül, és hogy ezek ugye mint zsákutcák, ez nem működik, és ő kapcsolt össze a Vilmossal, és mert hogy hallottam, hogy akkor forgatott egy TV-filmet San Diego-ba. És megkérdeztem, hogy arra tudok-e menni gyakornokoskodni, mondta, hogy hát ez San Diego-ban forog, ha találok magamnak ott szállást, akkor természetesen. Úgyhogy akkor még volt egy nagyobb bacska kis terepjárom, és abba találtam magamnak szállást, és így nyitott volt, de nem túl nyitott. Tehát megadta a lehetőséget, de azt gondolom, hogy akkorra már elegen voltak a közelébe ahhoz, hogy volt jó és rossz tapasztalata egyaránt. Tehát nem volt messze annyira, nem azt mondom, nem volt barátságos, de nem volt annyira barátságos, mint később, amikor az ember bebizonyította neki, hogy igenis ő erre érdemes és jól dolgozik. Az első két hét az azzal telt, hogy voltunk, én végeztem a dolgomat, és két hét után éreztem azt, hogy kapott elég visszajelzést a csapattól, a kamera csapattól, hogy elégedettek velem, és javasolják. És akkor úgy éreztem, hogy nyílik egy kicsit a kapu. Tehát igen, nyitott volt, de nem az a... Én nem mondom, hogy nagyon tanított, inkább tanulni lehetett tőle, tehát nagyon... Azt hiszem, hogy a legmegkapóbb az mindig is számomra az ő politikai érzéke volt. Tehát nem is annyira szakmai, vagy nem úgy szakmai, hogy most hova teszi a lámpát, hova teszi a kamerát, milyen optikát használ, milyen szűrőt használ.
azok mind tanulhatók, arról lehet egy sör mellett beszélgetni, nem azok, hanem amikor az van, hogy 12 óránk van leforgatni 16 órányi anyagot, és ő már a nulladik órában tudja, hogy ez nem reális. Hogyan irányítja úgy a rendezőt és a rendezőasszisztenst, hogy ők is fölmérjék, vagy legalábbis legyen egy olyan katasztrófa terv a fejükben, hogy 10 óra múlva, amikor még a felénél járunk, akkor mit csinálunk. És ez mind set politika, hogy hogyan kommunikálod ezt le adott esetben, ha nem nyitottak rá, akkor kitalálsz valamiért, hogy én mégis inkább ezt a jelenetet venném föl, mert és azt mondod, hogy azért, mert onnan süt a nap, és ez az ember, pedig lehet, hogy pont a másik lenne az idő ideális, de tudod, hogy bajban vagyunk, és enélkül a jelenet nélkül nincs film, anélkül a jelenet nélkül van film. Ezek a dolgok, amikben ő azt gondolom, hogy elég fantasztikus volt, és nem csak operatőri szemmel, hanem gyártási, rendezőasszisztensi fejjel is tudott ezekben gondolkodni, és gondolkodott is. Tényleg őszinte volt ez a Laciba és a Vilmosba, hogy segíteni akarták a fiatalokat. Abszolút nem volt semmi szakmai féltékenység bennük, és a gyakornokság során is bármilyen kérdéssel oda lehetett a Vilmoshoz menni, amikor éppen ráért, amikor nem zavart az ember, hogy esténként teljesen nyitott volt, és nem csak úgy, hogy ezt most miért úgy csinálta, hanem hogy én azt hittem, hogy te ezt fogod csinálni, és hogy nem. Tehát, hogy egy párbeszédszerű, amiben szerintem sokkal többet lehet tanulni, mint csak egy egyszerű kérdésben. Nagyon elhamarkodottnak érezte. Tehát ez az állandó, hogy ő a digitális milyen jó, ez mindig úgy éltem meg, hogy ezért még óriási különbség van a film és a digitális technika között, de tudta mindig is értékelni azt, amit már tudott nyújtani. Az összehasonlításokat nem élvezte nagyon, hogy ez szebb, mint egy 35 mm-es, ez mind marketing sallang, de mondjuk azért tényleg az, hogy amikor ezek a meglehetősen magas érzékenységű csipek kijöttek, és gyakorlatilag tized akkora fény mellett lehetett elkezdeni szép képeket létrehozni, ezeket nagyon-nagyon értékelte, és tudta. De hát, hogy mondjuk persze látta az árnyoldalát is, hogy gyakorlatilag van egy filmnyersanyag, amit hosszú évtizedeken keresztül odáig fejlesztettek, hogy az átfogása az gyönyörű, szép és nagy, és akkor egyszer csak váltunk 2000-es évek elején a digitális technikára, amivel visszamentünk a 60-as évekbe, ahol az átfogás minimális, nincsen semmi csúcsfény tartomány, amit tolerálni, és most persze ez is nő, és fejlesztik, és ahogy az igény van rá, technológia fejlődik, javul, de hát ez egy nagyon elhamarkodott dolog volt, szerintem ez a fajta váltás, és ő sem értette, tehát mindig elég értetlenül állt, hogy ennyire drága lenne a filmreforgatás, miért éri meg elekünk ezzel itt ennyit kínlódni. Úgyhogy... De elfogadta, tehát amikor azt mondták neki, hogy erre kell forgatni, akkor Laci mondta mindig azt, hogy amikor valaki panaszkodott neki, hogy most digitálisra kell forgatni. Still better than toilet paper. Úgyhogy nem hiszem. Szerintem az ő legnagyobb erőssége az volt, hogy nagyon sztori orientált volt a világítása és a kameramozgatás, optika választás, minden. De hát ha valamit csinált, akkor az azért volt, mert a forgatókönyv azt diktálta az ő fejében. A Vilmos, nekem az egyik nagy meglepetés őt illetően az volt, hogy az előkészítés az nagyon más volt nála, mint amit én elképzeltem, vagy mint amit mondjuk én filmiskolába tanultam. Tehát ő nem rajzolgatott előre, hogy mi hová kerül, hova teszi a kamerát, nem voltak ilyen elképzelések, hogy bocsánat, hogy storyboardokat rajzolgassunk, ezek számára nem. De mondjuk gond nélkül visszament egy helyszínre Fekete Dáliának, amikor 2 hétig itt forgattunk, akkor mentem vele. Egy nap 4-szer visszamentünk megnézni egy helyszínre, hogy az nap éppen a nap hol van és hogy néz ki. Tehát ilyet más operatőrtől még nem láttam.
másra fektette a hangsúlyt, mint amire én gondoltam. Én azt gondoltam, hogy ő előre elképzelni magába, hogy mit fognak a színészek csinálni, hova teszi a kamerát, hogy mozgatja, és hogy ezt hogy fogja bevilágítani. Ezeket sokkal inkább ott a helyszínen döntött el, amikor látta az első próbát a színészekkel, a lejáró próbát. Nagyon, nagyon nagy flexibilitás volt ebben. Ami ugyanakkor piszkosul megnehezíti a fővilágosítójának a dolgát, mert sokkal kevesebb előjelzést kap ezekre. De nagyon, nagyon szisztematikus és nagyon alapos előkészítést végzett az ő által nem kontrollálható dolgokban. Tehát, hogy a nap, hol, mettől, meddig, hogy milyen fény, mikor a legjobb azt csinálni, ezeket nagyon. Az összes többi, amit lehet lámpákkal, világosítókkal csinálni, az maradt képlékeny, azt ott a forgatáson, akkor a rendezővel, a színészekkel együtt megbeszéltünk, és úgy csinálta. Nem jellemző, nem. Egyrészt a Vilmos azért nagyon gyorsan dolgozott, tehát ez, amit mondtam korábban, hogy volt egy nagyon jó rendezőasszisztensi vénája is, tehát tudott abban gondolkodni, hogy egy nap 12 órát forgathatunk, mennyi anyagunk van, amit meg kell csinálni, és azt hogyan érdemes prioritizálni. Úgyhogy ez nagyon jó síkra fekteti az ember kapcsolatát általában a rendezőkkel, hogyha nem arra koncentrál egy operatőr, hogy már pedig az ő gyönyörű beállítása és a legszebb fénye meg legyen, aztán egy másik két jelenetet mikor és hol és kiveszi fel, az nem számít. Nála ez soha nem volt. Természetesen volt egy alapszínvonal, ami alá nem ment, és általában világítás időt igényel, de nagyon jól megtalálta ennek az egyensúlyát mindig. Én azt hiszem, hogy inkább az ellenkezője, tehát nem hogy konfliktus, nem sokkal inkább azt láttam, hogy ezt nagyon sokszor értékelik a rendezők benne, hogy erre is odafigyel. Nem. Nézd, élveztem, nagyon élveztem, amikor elment egy vetítésre, és ott valaki elmesélte, hogy mit én ezt és ezt a filmet 8 éves korában látta először, és mekkora benyomást keltett benne. Ezeket nagyon élveztem. Ebben szerintem mindenki, aki az ő helyébe lett volna, úgy szintén fürdött volna boldog örömmel. Tehát ez ott volt, de amikor az ember dolgozik, akkor nem. Tehát, sajnos voltam vele olyan forgatáson, ahol mondjuk valószínűleg bármelyik diákfilmetben több embered és több lámpád volt, mint neki, és abszolút megmaradt minden méltósága, és a maximumot kihozta azokon. Az egyik legfontosabb tanulság volt számomra, hogy semmilyen körülmények között nem mondunk nemet. Tehát ott vagyunk, akkor azt csináljuk, és kihozunk belőle a legjobbat. Számomra nagyon meglepő volt, hogy mennyire bibliaként kezelte a forgatókönyvet gyakran a Vilmos. De sokszor ott forgatáson inkább azt mondta, hogy akkor most ő kér 2 percet, és még egyszer elolvasta a jelenetet, hogy tényleg biztos legyen abban, hogy ami oda le van írva, azt ő tovább viszi. Én azt hiszem, hogy ezt nem látom a fiatalabb generációban. Tehát sokkal inkább megkapó az, hogy szépet csináljunk, hogy valami látványosat, valami jót. A történetmesélés az fontos. De azért vannak még sokan a nagymotorosok között, akik ezt csinálják, tehát nem, ezt nem mondhatnám, hogy csak a Vilmos csinálta, de ő ennek egy nagyon-nagyon erős képviselője volt. Az Edelényi Jánossal csinált egy filmet, Edelényi volt az írója és a producere, és a Vilmost kérték fel rendezni. És ez volt a Vilmosnak az egyetlen rendezése, egy Tékozló apa című film, és annak csinált egy ilyen próbavetítést, tehát éppen megvágták az anyagot, és akkor pár embert meghívtak, hogy nézzék meg, és én ott találkoztam vele, és ott kezdtünk el beszélgetni. És aztán úgy itt-ott összefutottunk, és aztán végül a Lyukasz László, ez a magyar címe, a Torn from the Flag című dokumentumfilm kapcsán jöttünk össze újra, amin az 56-ról is a azt körülvevő európai és világeseményekről szól. És hát a Vilmosék, Vilmos Kovács Laci és a Mikó József a forradalom alatt
kivették a főiskoláról a 16 mm-es kamerákat, és elmentek és forgattak az utcán. Úgyhogy így 56 az egyik legdokumentáltabb forradalom az 20. században. És ezt az anyagot ők a hátizsákban kivitték Bécsbe, aztán ez különböző helyeket bejárt, és azzal a feltétellel adták oda a magyar archívumnak, hogy ezt dokumentumfilmesek 56 kapcsán ingyen megkaphassák. Szóval, hogy megkaptunk egy több mint egy órányi dokumentumfilmanyagot ehhez a filmhez, és a Kovács Laci, aki a másik nagy magyar operatőr, ő volt az operatőrünk az interjúkhoz, meg ami kicsit még fölvettünk Budapesten. Ez volt Lacinak az utolsó filmje, és mind a ketten tulajdonképpen mint exekutív producerek, tehát nem tudom, milyenek a magyar megfelelője, működtek a filmen védőangyalként, inkább, mint bármi más szinten, és ennek kapcsán találkoztam a Vilmossal, és aztán utána együtt csináltuk a Halálba táncoltatott leányt, és volt két másik tervünk, ami aztán most nyilván nem valósul meg. Tehát ő mindig utazott, dolgozott, hanem filmeket csinált, akkor reklámokat, terveket szőtt, kamerákat, volt egy kamera bérleti, nem tudom micsoda, vállalata a Sparks Budapesten, a White, nem tudom micsoda, és White a Kanadában, abban is volt egy része. Tehát ő üzletileg is, és mindenféle szempontból egyfolytában nyüzsgött. És hát amikor a forgatásunk volt, akkor is azóta leforgattunk 12 órát, utána megnéztük az anyagot a stúdiókocsiban, és akkor utána Vilmos felállt, akkor na, nézzük meg a helyszínt a holnapi napra, és már mindenki kókadozott az asztal mellett, de Vilmos ment, akkor mindenkinek mennie kellett. Tehát iszonyatos nagy energiával dolgozott. Köztünk sose volt probléma, vagy sose volt kérdés, hogy mi forgassunk-e Magyarországon. Ez volt a helyszín, ez egy munkakérdés volt. Itt a kép érdekelte, de ebben abszolút alkotótárs volt. Tehát a Vilmossal mi úgy dolgoztunk, amikor először leültünk, és akkor még nem volt egészen biztos, hogy ő dolgozik velünk, hogy elvittem neki egy könyvet, ilyen vastag könyvet, amiben minden jelenetet leírtam. És nem azt írtam le, hogy hova tegye a lámpát, vagy milyen lencsével kéne forgatni, vagy milyen felszerelést kell használni, hanem azt írtam le, hogy mit akarok a jelenetből, tehát milyen hangulat, mi a változás, a hangulati változás, az erőviszonyok változása, és hogyan látom a jelenetet. És azt mondom, hogy ez győzte meg őt abban, hogy eldöntse, hogy dolgozik a filmen. De ezen túlmenően, ami képileg látható, az teljes mértékben tőle jön. Tehát ezt ő fogalmazta meg, és soha nem kérdezte meg, hogy milyen világítást akarok, hanem megcsinálta, megkérdezte, hogy tetszik-e. Megnéztük a beállítást, és hát nyilván azért a snitlistát azt megcsináltuk. Tehát az tőlem származott, mert az dramaturgiai kérdés. Tehát a dramaturgiában nem szólt bele, de képi világ az nagyon-nagyon keményen tőle származik. Ez megkérdezte, hogy ez miről szól. Vagy például olyan volt, hogy megkérdezte azt, hogy ez a snit, ezt most miért csináljuk? És volt olyan időnként, hogy ez ilyen egészen majdnem, hogy agresszívnek tűnt, hogy na most miért van erre szükség, úgyis ki fogjuk vágni. És akkor elmondtam, hogy miért, és akkor azt mondta, ja, jó. És akkor onnantól kezdve ment minden. Hogy jó. Inkább a példa volt, és példát statuált maga is. Tehát az, hogy kellett volt egy kép, ahol autóval mentünk valahova, és ő szépen begyömöszölte magát az autó csomagtartójába, van is róla képünk, ott ült így összehajtogatva a kamerával, mert akkor arra volt szükség. Na most érted, hogyha a Vilmos 80 éves korában beül a csomagtartóba, akkor kinek van pofája azt mondani, hogy na de én ezt nem csinálom, vagy azt nem csinálom. Szóval én soha olyan stúdióban nem dolgoztam, ahol Vilmos vagy valaki, az operatőr azt mondja, hogy oda kéne egy 10.000-es, és akkor futva viszik a 10.000-es lámpát a helyszínre, és két perc múlva már áll és működik. Szóval olyan mértékben dolgoztak alá az emberek, amint bejött a helyszínre, és akkor a pillanatban mindenki haptákba állt és csinálta, amit kért. Nem kellett soha kiabálni, nem kellett soha hisztériázni, szóval ilyen szempontból szigorú volt, de nem kellett agresszívnek lennie.
Tehát inkább egy ilyen mentori szerepet töltött be, de most mindenféle szempontból. Szóval ő segített, kérdezősködött, eljött a vetítésekre, válaszolt a kérdésekre. Tehát ő nagyon, nagyon készségesen és nagyon segítőkészen állt a projekt mögött is, meg személy szerint mögöttem is. És hát ő ezt nagyon pontosan tudta, hogy az ő neve azért az segíti azt, hogy ez a film megszülethessen. És ezzel semmiféle problémája nem volt. Well, I've been on the ASC board for almost 20 years, and Vilmos was there almost until his death. I mean, he slowed down the last couple of years, so I didn't see him then, but so I know Vilmos really well, and both of us have an interest in encouraging the international organizations of cinematography to come together, and he was on our international committee, and I go to Camera Image as much as I can, so we had a common interest in you know, taking a very international view of cinematography. I loved Vilmos. He was a sweet man. He was very easy to talk to. He was very, very smart. I think that people, you know, kind of maybe got confused by the fact that he had a heavy accent, but he understood, you know, everything about cinematography, digital cinematography, as well as traditional photochemical, and he's a very innovative person, even up until, you know, his last years. He was always thinking that, trying new things, experimenting, testing cameras. But he was a very sweet person. He was easy to talk to. He was very kind to me. You know, from the beginning, when I joined much after, I joined in 89, I think, in the ASC, elected to the ASC, and he was, you know, treated me as an equal right from the start, and I have nowhere near the filmography that he has. You know, he's an amazing artist. My favorite film of him is McCabe and Mrs. Miller, and that technique is something I've experimented with, but he was the first person to really embrace it and make it an essential part of that movie. Yes, I think it's a big loss for cinematography. I mean, both Laszlo and Vilmos and Haskell, and you know, we're losing a lot of our great cinematographers. And Vilmos had a big interest in education. You know, he always spoke at our union seminars and at the ASC seminars. And you know, he was a person who understood that part of what you do as a cinematographer is to help improve the craft, you know, by teaching, and you know, but he was you know, a supreme artist, always thoughtful, and so yeah, I think we'll be much poorer without him. Yeah, well, you know, I find at AFI we have about half of our fellows, our students are called fellows, about half of our fellows are from Europe or other countries, and we think the program is much richer for that, but we also think that many of our foreign students come better educated, have a more artistic background than many of our domestic students. There just is more support for the arts, particularly in Europe, but in many foreign countries. And the United States, we're just not, you know, it's just a very small part of public policy. So naturally, we often have students from other countries who have a terrific artistic background. And, you know, we have a student here now who was a painter, is trained as a painter, you know. So I think that, you know, America is a young country, a lot of new cities,
And, you know, Europe, Czechoslovakia, Hungary have cities with a lot of old architecture and old art, and I think that really has a tremendous influence on, you know, your aesthetic. Well, the ASC is led by our Board of Governors, which is elected by the membership, so there are 15 voting members on the board, and Vilmos, as I said, was on the board for many years, and his main interest, I mean, he took part in all our discussions and all of that about, you know, renovating our clubhouse and how what we did with our magazine, all of those issues, but his primary focus was on improving our relationship with other cinematography organizations around the world. Well, let me just tell you the story and correct it a little bit. So any cinematographer who works on a major production needs to be in the camera union. And nowadays, if you're hired, you get into the union. But in those days, when he first came here, it was a very tight group, and they didn't like to take in new people. So he had trouble getting in the union, and that was the big issue. The ASC is different. It's an honorary society, and you're elected to it by three members recommend you, and then there's a committee that votes to send your name to the Board of Governors. So there's about 40 people who vote whether you should join or not. And of course, he was a very early member and, you know, an obvious choice to join the ASC. So he's here right next to Laszlo. And then Vilmos is right here, a very young Vilmos. But, you know, you can see I look young too. I mean, I learned a lot from Vilmos beyond cinematography. I learned about living. Years ago, he invited us up to Big Sur, to his home there. And the original house, he built a new house, but the original house was over the cliff, over the ocean, you know, like 200, 300 meters above the ocean. Amazing. And the house was made of wood. And it looked like that the carpenters from McCabe and Mrs. Miller had built it. It looked like something from that movie. And I asked him, I said, did the designer from McCabe do it? He says, no, this is the house that was there. And he found it. You know, and so I think it's interesting. And then it had a barn on the property. And what did he do with that barn? He made it into his photo studio, his art studio. So I saw that even when he wasn't shooting movies and doing commercials and traveling to Budapest and doing workshops, he was also continued to do his own photography and his own practice. And he was one of the most modest and humble people I've ever met. At the same time, he was so strong and direct. And in his work, as an intern, I was able to observe him directly working with George Miller on Witches of Eastwick and Jack Nicholson and Sarandon and so forth. And I watched how his determination and his concentration, his visual art, his concentration as an artist and his strength and his determination to get it, to make it more beautiful, make it better, make it more interesting. He was never, ever satisfied. He was always, there was always a way to improve, to make something more dynamic. And many other, and as I that was my first experience to a really great cinematographer firsthand. Later, I saw other cinematographers that did not have that determination. They were good, but they didn't have that that drive. So as I say, the thing I learned from him was more about that, how to live, that fact that he was totally committed, totally involved, totally living. He didn't really look back. He was always looking forward, trying to go forward with his work. All this, I saw Easy Rider. I said, wow, I know some of that. I know that landscape that Laszlo showed. But then I saw Scarecrow, and I was so stunning how this was shot and so real. And I said, who shot that? It was Vilmos Zsigmond.
And then I became aware of McCabe and Mrs. Miller, Deliverance, Robert Altman's Images, which is the film they did after McCabe. And I was interested, of course, movie making in general, but that's when I became aware of him. So I quit my job. I went to the American Film Institute and became a student of cinematography, formally, my first formal education. I was in my late 20s. I was 30 years old. A little bit late to be starting over. And I got to Hollywood and I said, oh boy, this is tough. There's all these unemployed camera people. There's 1,001 people just like me trying to get a job. And I said, geez, it's going to take me forever to be an assistant, a camera operator. I mean, I'll be an old man before I get anywhere. And I'm ready. I've already made films. I have an eye. I have training. So I told my teacher at AFI, I said, I want to do an internship. He said, he agreed. He thought that was a good idea for me. He said, make a list. The list was Conrad Hall, Sven Nyquist, Gordon Willis, Johnny Alonso, Laszlo Kovacs, Vilmos Zsigmond, Caleb Deschanel. Impossible list. Oh, and Owen Roisman. Don't forget Owen. So he said, I think I can get you a Vilmos. And he gave me Vilmos's number, and he wrote Vilmos a letter. This is all pre-internet, you know. And I would call Vilmos, and we had answering machines in those days, you know, a little tape, and I'd leave messages introducing myself, would love to meet with him. And every 2 weeks, I'd never heard anything. More than a month, 2 months went by. And finally, I got a call, very scratchy. It was from Budapest. And he said, I have to do an impression. No film is complete. You know, in Hollywood, the cinematographers, we all love Vilmos so much. We all do impressions of him because his accent was so striking to us as Americans. So, Jimmy, I'm getting all your messages. Stop calling me. It's filling up my answering machine. Come next week to Cinematic Directions, my office, Sunset Boulevard. We'll talk. I go there. He interviews me. I brought things about my film, a little tape, I showed that I'd made a film, and so he took me on as his intern. And I went on Witches of Eastwick, which was a 104-day movie, very long movie. And as I told you before, at the end of it, he and George Miller came, and they said, they want to talk to you. And I assumed that I'd done something wrong, I was going to be kicked off the film, I don't know what I'd done. And they said, no, you're not in trouble. He said, we want you to shoot some shots in the movie. And so I shot little second unit inserts, some special effects, time-lapse photography. But it had to cut with Vilmos Zsigmond's lighting of Jack Nicholson and Susan Sarandon. So that was those little shots, they're not very significant in the scheme of things, but they were my master test, because I had to match what he did. I found out later that all his interns did this. If he took you on as an intern, he made sure you shot some of the movie. I mean, Vilmos, when he came to this country, he worked in photo labs at night, didn't have to speak English. He worked as a freelance baby photographer, to, you know, go to people's homes, take babies, baby photographs. And then he started, whenever he could, he worked on documentaries and he, you know, worked on low budget, no budget films. He and Laszlo, you know, came to the United States, they separated. Laszlo had a difficult experiences. He got a job in upstate New York in the forest where they make maple syrup in the snow. And it was like he worked for some farmer, and he said it was like worse than communism. It was worse than a labor camp. He was an immigrant being exploited for cheap labor. He was despondent. He and Vilmos talked and communicated, and they met back in Hollywood. So after a few years, they actually both gravitated toward Hollywood. But their first job in Hollywood was picking up trash in the park. Which you think about, you know, both of them were so well educated and accomplished. And you know, that to hold on to your dignity when you have to do this, you know, do menial tasks and survive. But they did it, they had to survive. And then they worked together. And I think that's what's interesting, that they worked together and helped each other. They became kind of notorious. There was these two wild and crazy Hungarian guys. You hire them and they'd shoot the whole movie.
you know, one would grip, one would gaff, one the other one would shoot, and they would change places. And they'd shoot whole movies with the two of them. And they started to get known around Hollywood in the low-budget independent scene. And, you know, both of them were shooting stuff that was interesting. So one day, Vilmos lined up a shot that the operator couldn't do. It was a fast-moving shot from very high on the dolly and rocketing across very fast and dropping very low. And the women came running down the staircase into a low angle. The operator was a very tall guy, and Vilmos was very short. And I think Vilmos designed the shot so the operator couldn't do it. So they did it a few times. He couldn't do it. And Vilmos said, "I'll do it." And he jumped on the camera, and on take one, he did this very difficult shot. Mi történt volna, hogyha nem csináltuk volna ezt együtt? Nem tudom. Ez olyan kérdés, hogy ez, hogy mondjam, nagyon szerencsésnek kell az embernek lenni, hogy meglegyen a szakmai tudása, egy. Másik az, hogy elkezdi egy új életet 26 éves korodban, amikor kimegy egy új országba, és majdnem kezded előre az egészet. És aztán pedig az, hogy azt megszokni, hogy egy idegen országba hogy kell előre jutni, hogy kell az emberekkel bánni, és hogy milyen legyen az embernek a magatartása a filmszakmába, hogy viszonyulsz a rendezőkkel például, hogy kezeled őket. Mert az igazság az, hogy amikor kijöttünk Magyarországról, mi itt egészen más világot láttunk, mert itt az operatőrnek nagyon-nagyon-nagyon becsült helyzete volt annak idején. Szóval majdnem, hogy egyenrangú volt a rendezés az operatőr állandóan. Érkeztünk Amerikába, sok nehézségem mentünk keresztül, de végeredményben az volt, hogy volt egy olyan álmunk, amit nem akartunk feladni. Mert jöttünk innen Magyarországról, vittük magunkat. Főleg azt, hogy amit a főiskolán mi tanultunk, és papi beverte az agyunkba, tudod? Anélkül, hogy mi tudtuk, mert egy fantasztikus művész. Nem akarja azt elismerni és vele beszélni, de mi tudjuk, hogy milyen hatása volt a tanítványaira. És végül ez volt az óriási, hogy én soha nem felejtettem azt, hogy mit tanított, hogy mi volt a filozófiája bizonyos problémákkal, hogy lehet ezt kifejezni vizuálisan. És ez a nagy dolog, ez a nagyon fontos, mert ha a cinematographer megtalálja a nyelvet, ami végelmében a képi sorozatokból jön ki a nyelv, mert az nekünk az erősségünk. Az Illés tanár úrunk, mindannyiunk mestere, azt mondta Miri nekem, hogy tudod, amikor belépek ebbe a térbe, most itt mögöttem van, vagy mögöttem látják, akkor minden megszűnik, akkor otthon vagyok. Hát ezt az otthonérzést próbáltuk megtanulni tőlük, hogy itt lenni, az nem egy akármilyen érzés, hanem az otthonérzését sugallja, és az ember jól van, és a saját gondolataival kezd végre foglalkozni, és megpróbálja oda terelni a fényt, és az elsősorban az emberi arc, ahova kell, hogy menjen. Ez történik, amikor a műterembe megyünk, és a műterembe kigondolunk valamit. Természetesen egyedül nem sokat érünk, gondolatokkal jövünk, és gyorsan szétosztjuk a munkatársaink között. Mögöttünk van a csapat, az úgynevezett csapat, akik segítenek nekünk, és azért várjuk azokat a pillanatokat és azokat a tekinteteket sokszor, akikre érdemes visszanézni. Amikor az ember tanácstalan, mert eljönnek ezek a pillanatok, akkor ott keresi a megoldást, hogy valami támasztékot talál, valaki egyszer csak úgy néz vissza,
hogy igazolást kap a gondolat, amit éppen szolgál, hogy jó irányba mész. Ezek nagyon nagy pillanatok, sokszor kell átélni, de van egy része, ami a magánnyal történik, hogy amikor az ember döntést hoz, végső döntést, hiába kapott jó tekinteteket, hiába kapott jó támaszték pontokat, akkor is egyébként kell dönteni. Az magányos, nagyon magányos, de a csapat azért még mindig ott van mögöttünk.